A szalmát a gabonafélék cséplése után maradó szárként jól ismerjük. Takarmányozásra, almazásra vagy dísztárgyak készítésére használják. De egy leleményes hazai ötletnek köszönhetően hőszigetelő képességét kihasználva új köntösben tálalják. Egy ilyen szalmabála átlagosan 180 kg, ebben nagy eltérés van, ugye, hogy milyen évben milyen a termés. És egy ilyen bálából egyébként 20 négyzetméternyi szalpaplan tudunk 10 cm vastagságban előállítani, így gyakorlatilag egy 5-6 bálából tudunk egy átlagos házat leszigetelni. Érdekes tulajdonságai vannak egyébként a szalmának. Azt gondoljuk róla, hogy nagyon könnyen fölveszi a vizet, de a labor eredményekből eredően azért ez kiderült, hogy mégsem annyira könnyen veszi fel a vizet, és utána meglepően könnyen kiengedi magából, elpárologtatja. A fő feladatunk viszont, hogyha ezt beépítjük és használjuk ugye a szalpaplan, hogy azért a víztől egyszer és mindenkorra zárjuk el, mert ez egy természetes anyag, ugye, és azonnal elindul benne a lebomlási folyamat, egy komposztálási folyamat, amelynek a végeredményeképpen ő egyébként visszamegy a természetbe, csak ugye az épületeinknél ez nem biztos, hogy egy kívánt eredmény. Tehát fizikailag elkezd zárjuk a víztől. A szalma jó nyomó és hajlító szilárdságú. Ráadásul az idők folyamán ásványosodik, azaz kőzetté alakul, nem pedig lebomlik. Sok más fizikai paramétere miatt a ragasztóanyag nélküli vart és táblásított szalmapaplan versenyképes szigetelőanyaggá vált. A lambdája, az a hőszigetelési mutatója, az megegyezik a konkurens termékeik lambdájával, közel nagyon azonosak, nincs nagyságrendi különbség. A nyomószilárdsága lehetővé teszi, hogy vastag vakolatot lehessen ráhelyezni, sőt, még arra is, hogy lépés álló legyen, tehát akár burkolatot lehessen rá képezni. A hajlító szilárdsága is megfelelő ahhoz, hogy ez építőipari elemként felhasználható legyen, és ami még érdekes, hogy mindeközben viszont alakváltozó, tehát hajlítani lehet, tehát akár íves felületeket is gyönyörűen ki lehet vele alakítani. Ezzel a műszerrel, egyébként a nedvességmérővel megmérem a bálának a nedvességtartalmát, és ez egy nagyon fontos adat nekünk, mert nem lehet 13%-nál magasabb a nedvességtartalma egy ilyen bálának. A családi vállalkozás nem áll könnyű feladat előtt. És nem csak azért, mert egy vadonatúj, innovatív terméket szeretnének bevezetni, hanem mert mégiscsak a szalmáról van szó, amiről a köztudatban előnytelen tulajdonságok is szerepelnek. Belekerül egy olyan természetes ásványi anyag a termékbe, amely nem rontja a fizikai paramétereit, nem teszi káros anyaggá, tehát emberek megfoghatják, hát nyilván ne egyék meg, de felhasználhatják, tehát nem ártalmas az egészségünkre. Viszont égéskor keletkezik egy vízgőz, amely önkioltóként működik, és a rágcsálók számára pedig egy nagyon kellemetlen, fogyasztása nem alkalmas anyaggal találkoznak, és így nem mennek bele. Az anyag éghetősége veti fel a következő kérdést. De az Óbudai Egyetemmel közösen végzett kutatással és fejlesztésükkel sorra bontják le a szalmával, mint szigetelőanyaggal kapcsolatos aggodalmakat. Van, hogyha elkezdjük perzselni, akkor persze lángra kap, de elveszük a nyílt lángot, akkor azt tapasztaljuk, hogy elkezd önmagától is eloltódni, mert a terjedéshez kevés oxigén van. Na most, hogyha ezt még ráadásul le is vakoljuk, tehát képezünk rá egy vagy belső burkolatként egy vályog habarccsal egy burkolatot, vagy kívülről egy mészhabarccsal például, akkor gyakorlatilag egy nagyon-nagyon nehezen meggyújtható terméket hoztunk létre. A tetőkbe is lehet tenni, nyilván a szerkezetbe beépítve, lehet födémeknél, tehát padlásokra is tenni, de lehet járófelületként, de ajzat szigetelésként is lehet alkalmazni. Szerte a világon megpróbálták már homlokzati szigetelésként használni a szalmát, de ezt a levédett módszert, amiről igyekeztünk a legtöbb részletet megmutatni, még senkinek sem sikerült megcsinálni. Az ötletgazda szerint valódi műszaki megszállottság és a környezettudatosság iránti elköteleződés egy olyan magyar találmányt generált, ami felveheti a versenyt bármilyen szigetelőanyaggal.